Elkészültek az idősek karácsonyi csomagjai Szekszárdon. A regisztráció október 16-tól november 3-ig tartott. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, a csomagok 5000 forint értékben tartalmaznak édességeket és tartós fogyasztási cikkeket. Az ajándékokat a Béla Király tér 8 szám alatt a Volt ABC épületében lehet igényelni. A kiosztással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy december 4-től kezdődik, december 12-ig, hétköznap 8-tól 16-ig, pénteken 8-tól 12-ig. Én ezekre az időpontokra megkérnék mindenkit, hogy figyeljen oda. ABC sorrendben felkerül a honlapra és a sajtóba is meg fog jelenni. Sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb, ha a kijelölt napon érkeznek meg a csomag átvételére. Az alpolgármester hozzátette, internetről letölthető meghatalmazás szükséges annak az igénylőnek, aki nem tud az átvételnél megjelenni. Aki személyesen veszi át a csomagot, annak személyi igazolvány szükséges. Aki a adott kijelölt napokon nem tudja átvenni a csomagját, akkor a végén lesz 2 pótnap. A 2 pótnap az december 14-e és december 15-e. Ha maradna csomag, akkor azt a humánszolgáltató központnak fogjuk átadni, és ők fogják majd a legrászorultabb embereknek kiosztani. Gyurkovics János megkérte a lakosságot, tartsák be az előírásokat, és a megfelelő napon érkezzenek.